Több ezer emberi élet megmentése, számtalan korszerű eljárás, számos elismerés, bölcsesség, odaadás munkája és családja iránt, szeretet honfitársai felé. A végtelenségig lehetne sorolni mindazokat az értékeket, amelyek dr. Svébis Mihályt jellemezték. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház intézményvezetőjét nem csupán a családja, a barátai, a munkatársai és a betegei szerették, hanem a Jóisten is, aki magához szólította őt életének 68. évében. A sebész főorvos méltósággal viselt súlyos betegsége után tért örök nyugalomra. Dr. Svébis Mihály 1953-ban született Újhartyánban. 1992-ben főorvosi kinevezést kapott a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban, majd a központi műtő vezető főorvosa, a kórház orvosigazgatója, majd az általános sebészeti osztály osztályvezető főorvosa lett. 2007. január 1-től kinevezett főigazgatóként vezette a Kecskeméti megyei kórházat, egészen halála napjáig betegségét példamutatóan viselve. Rendkívül fontos volt neki nemzete. Rendszeresen szervezett és végzett egészségügyi szűrővizsgálatokat Erdélyben, ahol tiszteletbeli székelyé is avatták. Feleségének, Juhász Mártának odaadó férje, két lányának és két fiának szerető édesapja, öt imádott unokájának pedig büszke nagypapája volt. Dr. Svébis Mihály pótolhatatlan veszteség az ország, az egészségügy és családja számára. Kecskemét szívével együtt dobbant az övé is. Emlékét örökké őrizzük.